Hol nem volt, hetetét országon is túl, volt egyszer egy öreg ember, és annak három fia. Ennek a szegény embernek egy darab szőlője volt, egyebe semmi, sem égen, se földön. No, ha nem őrizte is a szőlőjét, akárcsak a szemefényét. Sorban jártak ki a fiai a szőlőbe, és strázsálták éjjel-nappal. Egy reggel a legidősebb fivér ment ki a szőlőbe, ott leült, elkezdett falatozni. Amint ott falatoznék, elegyébe ugrik egy béka. Kéri a legény. Adj egy falás kenyeret, te legény. Már két hete, hogy egy falatot sem ette. Majd holnap után vasketten, mondotta a legény, és elkergette a békát. A béka elment szó nélkül, de a legény csak hamar elaludt. Mikor felébredt, a szőlő úgy meg volt dézsmálva, hogy a hideg is kirázta nagy félelmében. Másnap a középső fiú ment a szőlőbe, attól is kért a béka kenyeret, de a békát ez a legény is elkergette, még meg is dobta egy kővel. Azután lefeküdt, elaludt, és mire felkelt, felesen volt meg a szőlőnek. Hey, zsémbelt a szegény ember. Egyebük sincs annál a kis szőlőnél, s arra sem tudnak vigyázni, mondott a legkisebb legény. Ne búsuljon, édesapám, ami marad, az meg is marad, én megőrzöm. Elmegy a legény a szőlőbe, leül ő is falatozni, s hát, jön a béka, kenyeret kér tőle is. Adok én jó szívvel, hogy ne hadnék. Letört egy darabot a kenyérből, s szépen a béka elé tette. Egyél, béka! Te is Isten teremtése vagy. Na te fiú, jó tét helyébe jót várj. Nesze, adok neked egy rézvesszőt, egy ezüst vesszőt, meg egy arany vesszőt. Majd az éjjel eljön három paripa, egy részszőrű, egy ezüst szőrű, meg egy arany szőrű, hogy összerugdossák a szőlődet, de te csak suhincs rájuk ezekkel a vesszőkkel, és egyszerűbe megszelídülnek. Eljött az éjjel a három pariba, berontottak a szőlőbe, nyerintettek, rontak, kapáltak, hányták fel a földet a csillagos egekbe. De a legény se nézte összedugott kézzel, rájuk suhintott, magyarosan, s hát, avan a pillanatban úgy megszelídültek, úgy állottak előtte, mint három bárány. Ne bánts minket, mondották a paripák. Ha valamire szükséged lesz, csak suhincs a vesszőkkel, s mi nálad leszünk. Azzal a paripák elnyargaltak. A fiú pedig hazament. De semmit se szólt az apjának, sem a testvéreinek arról, hogy mi történt. Azok csak csodálkoztak, hogy mi tenger szőlő lett, alig tudták leszüretelni. Az egész falunak nem lett annyi bora, mint nekik. No, telt múlt az idő, egyszer a király mit gondolt, mit nem. Egy magas fenyőszálat állítatott a templom elé, a fenyőszál tetejére tétetett egy aranyrozmaringot, és kihirdette az egész országban, hogy annak adja a leányát, aki a lovával olyan magasra ugrat, hogy a fenyőszál tetejéről lekapja az aranyrozmaringot. Próbálkozott mindenféle királyfi herceg, de hiába próbálták, még félig sem tudtak felugratni. Mikor mind nagy szégyenkezve elkullogtak, jött egy legény részszőrű paripán. A fején volt részsisak, hogy az arcát ne lássa senki, aztán sarkantyúba kapta a lovát, egy ugrással lekapta a rozmaringot, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Hát benzeg, hogy a szegény ember legkisebb fia volt ez a vitéz. A rongyos ruhájában ment haza. Amikor az apja meg a két testvére hazakerült, mert azok is oda voltak csuda látni, ott heverészett a kuckóban. Mondják a bátyai, hogy ők mi mindent láttak. Jobban láttam én azt, mint ti. Ugye, honnét láttad volna jobban? Hát, felállottam a kerítésre, és onnét láttam.
A legények még ezért is irigykedtek az öccsükre, s hogy többet ilyesmit ne lásson, a kerítést elbontották. Következő vasárnap még magasabb fenyőszálra egy aranyalmát tétetett a király. Most is sokan próbáltak szerencsét, de hiába. Hanem mikor nagy szégyenkezve minden kullogtak, jött ezüst szőrű paripán egy vitéz, akinek ezüst sisakolt a fején, a rostéja leeresztve, hogy az arcát ne láthassák. Egy ugrással lekapta az aranyalmát, s úgy eltűnt, mintha a föld nyerte volna el. Mire a szegény ember két idősebb fia hazakerült, a legkisebb fiú már ott hevert a kuckóban. Mondják neki nagy áradozva, hogy mit láttak? Bezzeg olyat a kuckóból nem lehet látni. Ó, én jobban láttam, mint ti. Ugyan honnét láttad? Felmásztam az old tetejére. Honnét? A legények mérgükben szétszették az old tetejét, hogy az öccsük ne lásson annét. Harmadik vasárnap még magasabb fenyőszálra aranysejem kendőt tűzetett fel a király. Bezzeg, hogy ezt is a szegény legény kapta el. De most sem ismerte meg senki, mert aranyszőrű paripán volt, s aranysisak vette az arcát. Beszélik otthon a legények nagy dicsekedve, hogy milyen csodát láttak. Jobban láttam én azt. Ugye, honnét láttad? Honnét? A ház tetejéről. Mérgelődtek szörnyen a legények, és nagy mérgükben széthányták a ház fedelét is. Aközben a király kihirdette, hogy jelentse magát az a vitéz, aki elvitte az arany rozmaringot, az aranyalmát, meg az arany sejemkendőt. Eltelt egy hét, eltelt két hét, nem jött senki. Akkor a király odahívatta az udvarába, ami valamire való legény csak volt az országban. Azok közt sem volt a híres vitéz. Mikor aztán eltakarodtak, jött aranyszőrű paripán a legény aranyos ruhában. Kalapjába volt tűzve az arany rozmaring, a lovakantárjába az arany sejem kendő, s egyik kezében tartotta az aranyalmát. Na, csak hogy megjött. Örült a király, de még jobban a király kisasszony. Mindjárt megtartották a lakodalmat, s a király a legénynek adta egész országát. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.